Sziasztok, Pajti! Korábban beharangoztuk, hogy lesz a TT350-ről egy részletesebb bemutató. Ebben a videóban most meg fogjuk nézni a külsejét, a specifikációját, a menürendszerét, a funkcióit, a master és a slave kioldásnak a lehetőségeit, és összegezzük, hogy kiknek is ajánljuk tulajdonképpen ezt a kis vakut. Kezdjük talán a legelején, hogy hova is helyezhetnénk el ezt a kis jószágot a Godox-nak a termék palettáján. A nagyokhoz mérten ő már megkapta a TTL és a HSS képességeket, valamint teljesen kompatibilis a Godox-nak az X rendszerével, viszont méretében és az akkumulátor fogyasztásában ő a legkisebb, tehát a palettának a legalján található példány. Viszont így, hogy megkapta a nagyoknak a tudását, így azért egy elég versenyképes modell, így a szűke pénztárcájúaknak is lehetőséget ad arra, hogy egy TTL HSS képes rendszervakut kipróbálhasson. Mindezt teszi úgy, hogy nem csak Nikon és Canon verzióba érhető el, hanem szinte bármely fényképező típusra megvásárolhatjuk. Na most így bevezetés után ugorjunk rá a specifikációra. Mint említettem, TTL és HSS képes, tehát ugye ebbe az árba azért ő lehozta ezeket a dolgokat, amik azért megkönnyítik az embernek a dolgait, ez ugye a TTL, és sokkal több rétű felhasználásra nyit utat, ez ugye a HSS. Ezt sajnos nem fogjuk tudni bemutatni, a D5100 ugyanis nem támogatja a HSS fotózást, ha idővel lesz olyan Nikon gépfáz a parkba, ami HSS képes, akkor mindenképpen fogunk a HSS fotózásról is szót ejteni, de egyelőre ezt napoljuk. Teljesen együtt működik a Godox-nak az X rendszerével, mint vezérlő, mint vezérelt vakuként, tehát ugye ezt is megkapjuk ezzel a kis alsó árazásával, ami megint csak egy pluszpontnak róható föl nála. Teszi mindezt úgy, hogy 36-os kulcsszámával. Szerintem elég tud lenni a tudása egy amatőr próbálkozónak, tehát aki szeretne kicsit megismerkedni egy rendszervakuval, és hogy milyen dolgokat nyújt, ott igazából az, hogy kicsit alacsonyabb a kulcsszám, nem egy számottevő probléma. A vakunak a feje zoomolható, ezt 24 és 105 mm között tudjuk több lépésben állítani. Teszi mindezt manuális vagy automata módban, utóbbiban értelemszerűen az objektív aktuális gyújtó távolságának megfelelő állást fog választani, ezzel is maximalizálva a látott tér bevillantásának az erejét. Ugye ezt a 36-os kulcsszámot is 105 mm-es gyújtótávolságban tudja elérni, tehát nyilván nem a 24 mm-es látószöget tudja így kivillantani. És ezt a 24 mm-t tudjuk ezzel a kis kihúzható műanyag lapkával 14 mm-re növelni, amennyiben a standard kit objektívnél nagyobb látószögű objektívünk van. A fejét azt mínusz 7 és 90 fokban tudjuk lefele-fölfele dönteni, forgását tekintve, balra 90, jobbra pedig 180 fokot fordul, így egy 270 fokos vaku fejforgással büszkélkedhet. A TTL mellett értelemszerűen van manuális módunk, amikor is teljes erőtől egy 128-ig tudjuk egyharmados lépésekbe leosztani a villanásnak az erejét. Ezen felül kapunk multimódot, amiben ki tudjuk választani, hogy milyen erősséggel, hány darabot és milyen herccel stroboszkópozom végig a vakunk. A rádiós vezérlést ez körülbelül 30 méterig tudja ez a kis vaku küldeni, fogadni, tehát ugye kisebb készülékházból adódóan az AD600 Pro-nak a 100 méteres hatótávolságát nem üti meg, be kell érnünk a 30-al, kezdő kreatívkodáshoz természetesen szerintem elég, ezt a hatótávot, ezt 16 különböző csatornával tudja lefedni, így nyilván, ha egy helyszínen esetleg két ilyen rendszer is be van üzemelve, akkor a kettőt azt tudjuk egymástól függetlenül használni, tehát nem fogunk a másiknak óvatlanul is belevillani a fotózásában. Tápellátását tekintve kettő darab két as elemet és vagy akkumulátort fogyaszt, ezzel az újletöltési ideje specifikáció szerint 0,1 és 2,2 másodperc között van, nyilván utóbbi a teljes kisütés utáni újratöltés. Egy garnitúra akkuval körülbelül 210 darab teljes értékű villanást tudunk elérni, ami igazából így, ha nem feltétlenül professzionális felhasználásba gondolkodunk, teljesen elég tud lenni. Hogyha nem Godox X rendszerbe szeretnénk ezt a vakut közbeiktatni, akkor lehetőségünk van manuális módban S1, S2 módokat, tehát első és második villanásra történő szinkronizálásra optikai kioldó segítségével, így lényegében bármilyen vaku rendszerbe be tudjuk építeni, vezeték nélkül vázra eltávolított használatba ezt a vakut, tehát nem is kell feltétlenül Godoxnak lenni annak a vaku csoportnak, amiben őt így bedobjuk, mint optikai slave kioldott vaku, akár a gépünknek a beépített vakuja is el tudja villantani. Nyilván ez megint csak egy ilyen plusz kreatívkodási lehetőséget ad nekünk. Specifikáció zárszóként pedig jöjjenek a dimenziói, amely 140x62x38 mm, és a súlya pedig akkumulátor nélkül 200 g.
Na most nézzük meg akkor a Vaku-nak a menürendszerét és minden egyes beállítási lehetőségeit. A bekapcsoló gombot kell 2 másodpercig nyomva tartani, és akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Fő alap módban tudunk a TTL, a manuál és a multi között választani, nyilván a set gomb megnyomásával és a tárcsatekerésével ezeknek a beállításait, értékeit tudjuk megfelelő módon módosítani. Ha a zoom gombot megnyomjuk, akkor tudunk automata és manuális beállítások között választani. Ez ugye az említett 24-től 105 mm-ig tudjuk több lépésben állítani a zoom fejet, vagy hogyha automatán hagyjuk, akkor leköveti az objektív aktuális gyújtótávolságát. Ha kihúzzuk ezt a kis műanyag látószög állító pöcköt, akkor pedig 14 mm-be fog átkapcsolni. A sync gomb megnyomásával tudjuk a HSS-t ki- és bekapcsolni a Vaku-n, amit ugye sajnos mi nem fogunk tudni most bemutatni. Ha tovább megyünk és manuális módba hagyjuk a Vaku-t, akkor pedig a slave-vel tudjuk az S1 és S2 módokat aktiválni, hogy bármely Vaku rendszerbe tudjuk betársítani a kis Godox Vaku-nkat. A zoom gomb hossza megnyomásával megyünk be a menübe, ami össze-vissza 3 beállítást tartalmaz, ebből az egyik a készenléti mód, a másik az AF segédfény ki és bekapcsolása, a harmadik pedig a háttérvilágítás, ami választható 10 másodperc kikapcsolt, vagy pedig folyamat bekapcsolt állapotába. Én szerintem a 10 másodperc is a legbarátságosabb. Menjünk tovább és nézzük meg az X1-es rendszert, ahol tudunk a master és a slave között választani. Kezdjük először is a masterrel. Hogyha ezt választjuk, akkor M betűvel a saját Vaku-t tudjuk választani, hogy ő töltsön be funkciót, vagy csak vezérlőként működjön. Utána tudjuk az A és B és C csoportokat kiválasztani, hogy mi legyen a dolga. Most láthatjátok, hogy az A az TTR-re volt állítva, a B és a C az pedig ki volt kapcsolva. Ha hosszan megnyomjuk a slave gombot, akkor pedig a csatornák között tudunk választani, hogy melyiken is kommunikálja le az adott dolgot a Vaku-nk. Ha átmegyünk slave-be, akkor pedig csak annyit tudunk módosítani rajta, hogy A, B vagy C csoportba legyen benne a Vaku-nk, és lényegében ennyi. Az összes többi adatot pedig a vezérlőtől fogja megkapni. Majd egy rövid gombnyomással ki lehet kapcsolni a Vaku-nkat. Végül zárszóként nézzük meg, hogy kinek is ajánljuk mi ezt a Vaku-t. Igazából, ha amatőrként szeretnél egy olyan rendszer Vaku-t, ami nem csak manuális, tehát már a TTL-t is elhozza, akkor igazából így kezdésnek nagyon jól meg lehet ezt ragadni. Kezdésnek teljesen jó választás, főleg, hogy támogatja Godox-nak az X rendszerét, így ha nyilván később olyan Vaku-t veszel, ami szintén benne van ebbe a termékcsaládba, viszont nem szeretnéd vezérlőt venni, és ezt se szeretnéd eladni, akkor ezt meghagyhatod akár vezérlőnek is, tehát elég sokrétű felhasználásra tudjuk mi ezt ajánlani. Kicsit komikusan néz ki a gépvázra fölrakva a nagyobb Vaku-hoz, mértem, hogy ilyen kis aranyos megjelenése van, de igazából én mindig azt mondtam, hogy nem az számít, hogy mivel és hogyan fotózol, hanem hogy milyen lesz a végeredmény, tehát igazából nem kell feltétlenül über, csúcs, hiper, szuper mega Vaku-nak lenni a gépnek a tetején, hogyha a kreativitás és a jó meglátások ott vannak az emberben, akkor egy TT350 is elég lehet a produkcióra. Hát srácok, ennyi lett volna ez a bemutató videó, remélem mindent elmondtam, amit erről érdemes elmondani, és nem hagytalak titeket kétségek közepette. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor fogunk még jönni egy olyan verzióval, ha 2 Vaku-t fogjuk bedobni a mélyvízbe, és megnézzük, hogy ezt az X1-es rendszert kint terepen TTL-be használva hogyan is kell elképzelni, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk jövő héten, és én addig is köszönöm szépen a figyelmet, Farkas Bence voltam, és akkor legközelebb találkozunk, szevasztok!